Közel 9 millió euróba került a Belgrádi Onkológiai és Radiológiai Intézet 2-es számú épületének kiépítése. A részleg új modern felszerelést is kapott, ami lehetővé teszi a hatékonyabb sugárkezelést és a terápiát. Ovo je prvi centar gdje će biti razdvojeni ljudi koji dolaze na pripremu i na sve ono što je potrebno pre zračenja da se uradi, imaće posebne prostorije za svojim porodicama, neće se mešati sa ljudima i neće ulaziti u zonu zračenja što je do sad bio slučaj. Szerbia államfője is körbejárta az intézményt. Elmondta, az 1999-ben történt NATO bombázások ideje alatt egyes robbanó szerkezetekben gyengített uránium is volt, ami vélhetően hozzájárult a rákbetegek számának növekedéséhez. Alexander Vučić emellett fontos bejelentést tett az eseményen. Prvo, što se tiče plata, dakle, da svi ljudi znaju, svi ljudi v javnom sektoru imaće ponovo uvećanje plata. A szerb elnök kifejtette, az egészségügyi dolgozók béreit is emelik. Az említett szektorban dolgozók juttatásait az elmúlt időszakban is növelték, ami már 10,5%-kal nagyobb juttatást jelent, mint amennyit 2014-ben kaptak. Idén pedig 8%-kal emelik az orvosok és a nővérek juttatásait. Zato sam siguran da će ove godine biti značajnog uvećanja, ponovo značajnog uvećanja plata, pre svega za medicinske sestre, ali i za lekare i za sve ostale. Ne kažem da će to da bude dovoljno, ali kada to budemo radili još dve godine za redom, da će to onda biti jedna podnošljiva situacija sa mnogo boljim uslovima za rad. Az Onkológiai és Radiológiai Intézet 2-es számú épülete 3 héten belül kezdi fogadni a pácienseket.